Tisztelt főpolgármester, helyettes asszony, atya, elnök urak, hölgyeim és uraim, tisztelt alkotók! Nagy örömmel állok itt a 26. alkalommal megrendezett seregszemle és bemutató alkalmával, és szeretném néhány olyan gondolattal kiegészíteni, hogyha lehet azt mondani, talán gazdagítani azt a nagyon szép kiállítást, amelyet önök megrendeztek, és mi az IPOSZ-szal támogattunk. A V4-ekről szeretnék nagyon röviden néhány gondolatot mondani. Szerintem teremben nincsen olyan ember, aki nem hallott a V4-ek fogalmáról. Itt egy nagyon rövid történelem utazásra hívnám két mondat erejéig önöket. 1335-ben a három király, Magyarország királya Károly Róbert, a csehek királya János és a lengyelek királya Kázmér már fölismerte azt, hogy ennek a három országnak mindenféleképpen együtt kell működnie, mert csak akkor van esélye ebben a nagy európai tengerben, nyugat és kelet között, hogyha összehangolják az erőforrásaikat. 1991-ben, hogyha ugrunk cirka 600 évet a történelemben, akkor eljutunk odáig, hogy Antal József miniszterelnök úr, Václav Havel, a csehszlovák köztársasági elnök, akkor még volt Csehszlovákia, illetőleg Lech Wałęsa a lengyelek részéről, azt mondta, hogy nem is gondolkodtok olyan rosszul a 14. században, mert mindenféleképpen érdemes ezt a szövetséget megtartani, ápolni és együtt tartani. Ahogy László Sándor elnök úr az előbb elmondta, mi is a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részéről szeretnénk ezeket a hagyományokat folytatni. Ennek megfelelően nagyon fontos döntést hozott a BKIK elnöksége és küldöttgyűlése. Idén ősszel, majd december elején a küldöttgyűlés. A külgazdasági tevékenységének a centrumába Közép-Európát, a V4-eket, a V4 pluszt, a V4-ekkel való kapcsolattartást állította. Ez miért fontos, és milyen jelentősége van itt ennek a mai rendezvénynek az alkalmából. Itt is, és a hasonló vásárokon is, és a hasonló bemutatókon, kiállításokon nagyon sok olyan terméket, alkotást látunk, amelyeket érdemes a határokon túl is megmutatni. Ezek a termékek minőségiek, üzenetük van, szívük van, lelkük van, és ugyanakkor azt az értékrendet képviselik, amelyet itt a kereszténységnek a jegyében az elmúlt évszázadokban, évezred alatt ez az ország tulajdonképpen fölépített és kiteljesített. Mi a következő évben, a 2020-as évben arra szerveződünk, arra vállalkoztunk, és a gazdasági érdekképviseletekkel is együtt fogunk működni, hogy a legjobb termékeinkkel szeretnénk a környező országok vásárain, kiállításain, piacain megjelenni. Szeretnénk erkölcsi diadalt elérni, de mindenképpen szeretnénk, hogyha azok az alkotók, akik képesek a termékeiket reprodukálni és nagyobb mennyiségben előállítani, üzletileg is sikeresek legyenek. Ehhez szeretnék mindannyiunknak nagyon boldog új évet, jó egészséget, sok szerencsét kívánni, és mindenek előtt boldog, áldott karácsonyt és boldog új évet. Köszönöm szépen a figyelmet!